Élmények a terézvárosi napközis táborban. A Derkovics Gyula általános iskola alsósai Dunabogdányban. Ízményben táboroztak a bajzások. Átadták a családbarát munkahely pályázat díjait az operában. Gubás Gabi koncert a Hunyadi téren. Köszöntöm a nézőket, Dombóvári Gábor vagyok. Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látják. Terézváros napközis táborában továbbra is zajlik az élet. Kirándulásaik során jártak a Tarzan Parkban, majd az Olimpia Park játékain kipróbálhatták erejüket. Szokolyán szerencsepatkót kovácsoltak és csuhé babát készítettek nomád körülmények között, majd felfrissültek a Váci, illetve a római strandon. Voltak, akik az úszásóra után egzotikus állatsimogatóban jártak, a kézműves csoport pedig görkorcsolya okításon vett részt. A dunabogdányi gyermeküdülőbe hétről hétre újabb és újabb iskolás csoportok érkeznek. Ezúttal a Derkovics Gyula általános iskola alsós diákjai tölthettek ott egy teljes hetet, tele szórakoztató, játékos foglalkozásokkal. Az idei téma mi más is lehetett volna, mint az olimpia. Ennek megfelelően szervezték a játékok és vetélkedők jó részét, és a tradicionális játékok sem maradtak el. Volt interaktív bogaras előadás, kézműveskedés, vízi olimpia, futballbajnokság, zsonglőrködés, késő esti vízidiszkó, drámafoglalkozás, csocsó és biliárdbajnokság, íjászat és csatacsillagdobás, csillagászati előadás és tűzzománcozás. De pólófestés is volt, meg tábori ki mit tud, és még sorolhatnánk. Majd a tábort olimpiai lángvitel és tűzgyújtás zárta. Tekintsék meg képes összefoglalónkat. Július utolsó hetében 15 második és harmadik osztályos bajzás diák ismét útra kelt, hogy Magyarország egy újabb tájával ismerkedjen meg. A választás az idén Izményre esett. A tábor ideje alatt sok érdekes programon vettek részt. Jártak a Bikali élménybirtokon, lovaskocsisztak, egyházaskozáron, Szent János Bogár túrán felfedezték a környéket, fürödtek a tábor medencéjében, könyvjelzőt, csipesz, csigát, szitakötőt készítettek, kenyértésztából igazi kemencében süteményt sütöttek. Mindenki elkészíthette saját batikolt pólóját, amit emlékül haza is vihetett. A tábor ideje alatt képeslapot készítettek, amit feladtak a postán. A jövő nyáron ismét lehetőségük lesz útra kelni, hogy újabb és újabb ismeretlen helyeket fedezzenek fel. Thank you.
Átadták az Emberi Erőforrások Minisztérium által 6. alkalommal meghirdetett családbarát munkahely pályázat díjait. Novák Katalin család- és ifjúságügyért felelős államtitkár az eseményen kiemelte, a kormányzat célja, hogy Magyarország biztonságos és családbarát ország legyen. Az államtitkár a Magyar Állami Operaházban, amely szintén elnyerte már a családbarát minősítést, azt mondta, a biztonsághoz szükség van fizikai és anyagi biztonságra, a családbarát gondolkodás kialakítására és meghonosítására. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket itt ezen a szép helyszínen, nem mellesleg egy családbarát munkahelyen, hiszen az Operaház is egy olyan munkaadó, amely megkapta már a családbarát minősítést, és valóban szem előtt tartja főigazgató úr is azt, hogy a saját munkatársai számára is igyekezzen családbarát környezetet biztosítani. Az, hogy egy ilyen helyszínre hoztuk a mai díjátadót is mutatja a mai rendezvénynek a súlyát, a fontosságát, hiszen azt gondolom, hogy egy családbarát munkahely a mindennapjaink szempontjából, a családok mindennapjai szempontjából elengedhetetlenül fontos. A kormányzatnak az a célja, hogy Magyarország egy biztonságos és családbarát ország legyen. Ezért védjük és támogatjuk Magyarországon a családokat. Támogatjuk a családalapítást, támogatjuk a gyermeknevelést, a munkavállalást, és a munka és a család egyensúlyának a kialakulását. Az elismerést 51 szervezet, intézmény, illetve cég képviselője vehette át. A nyertesek között van az Országos Széchenyi Könyvtár, a Magyar Nemzeti Bank, több önkormányzat, Budapest első kerülete, Békés, Dunakeszi, Nyíregyháza, Pápa, Vác, kórházak, Bajai Szent Rókus Kórház, Orosházi Kórház, kormányhivatalok, művelődési központok, rendőrfőkapitányságok, büntetésvégrehajtási intézmények, továbbá számos kis, közép és nagy vállalat. Idén összességében 51 szervezetet tudtunk támogatni, minden eddiginél több szervezet kapott idén támogatást, ennek is nagyon örülünk, és köszönjük a fokozott érdeklődést. Vannak egészen pici cégek, vannak közepes nagyvállalatok is, és vannak költségvetési szervek is, hiszen minden évben az is célunk, hogy a költségvetési szerveket is, amelyek nagy munkaadók, elismerjük ebben a formában, teremtsük meg a pályázás lehetőségét. Köszönöm szépen még egyszer az Önök odaadását, az Önök családbarát szemléletmódját. Kérem, hogy a jövőben is, még hogyha nincs is hozzáadott esetben támogatás, akkor is saját jól felfogott érdekükben, a munkavállalóik érdekében, mindannyiunk érdekében ezt a családbarát szemléletet, ezt kövessék a jövőben is. Gratulálok Önöknek, hogy sikerrel szerepeltek ezen a pályázaton, és várjuk Önöket jövőre is, vagy itt, vagy egy másik helyszínen. A pályázatok elbírálása során egyszerre értékelték a munkahelyek már meglévő és tervezett családbarát intézkedéseit. A kiírás szerint a díjazottak az erkölcsi elismerés mellett legfeljebb 2 millió forintos támogatást is elnyerhettek. A díj kommunikációs értéket is képvisel, hiszen a cím 1 évig tartó használati jogának elnyerése hozzájárul a nyertes vállalatok és szervezetek pozitív munkáltatói arculatának kialakításához. Az esti Térzene-Zenetér sorozat fellépője ezúttal Gubás Gabi színművész volt, aki új zenekarával adott mediterrán hangulatú koncertet a Zenepavilonnál. A félédes dallamok, a bosszanóva, a szamba, illetve a kubai zene fűszerezve egy csipetnyi szingel nagy sikert arattak. Szólnak bennünk ritmus.
jobbra, se balra. Narancsok ízét érzem, májusi hóesésben. Itt vagyunk a Hunyadi téren, gyönyörű szép nyári estén. Mit hoztál nekünk, művésznő? Hát elhoztam nektek a Bossanova estet, Szabad-e a tested este címmel, amit már hát nagyon régóta bábáskodtunk a Pálffy Zsolttal, és már egy ideje játsszuk, úgyhogy nagyon-nagyon örülök, hogy végre ide a Hunyadi térre is eljuthattunk, hiszen én magam is terjedvárosi lakos vagyok, és örülök, hogy itt most az ittenieknek is megmutathatjuk ezt a jó kis bossa estet. Említetted, hogy terézvárosi lakos vagy, mindannyian tudjuk, hiszen számos esetben láttunk téged az Andrássy úton és a különböző terézvárosi színházakban. Mit szólsz Terézvároshoz? Miért szereted ezt a városrészt? Alapvetően egyrészt minden ide köt, tehát nyilvánvalóan a színház, és nekem lételemem a színház, és az összes színházat itt találhatja az ember, legalábbis a túlnyomó többségben, a Broadway. Úgyhogy meg hát a gyerekeim is ide járnak óvodába, iskolába. Mi itt lettünk gyökeresek, vagy tűzgyökeresek, vagy a fene se tudja, de alapvetően szeretjük, hogy minden közel van, és mindent hamar el lehet érni. A hölgyek mellettem ültek, álltak, és jól szórakoztak. Néhányszor ide tetszett jönni, és tetszett mondani, hogy milyen jó ez a gubás, Gabi. Nagyon jó, nekem nagyon-nagyon tetszett, és én nem is tudtam, hogy ennyire jó. Komolyan, és rajtam kívül szerintem még sokan nem tudják, hogy ilyen jól énekel, mozog, és ilyen hangulatot tud csinálni. Tényleg nem hittem. Hát már törzs vendég itt a Hunyadi téren. Talán minden koncerten itt van. Itt, igen. És Gubás Gabi is tetszett nagyon, de előtte a Beatle emlékzenekar, hát még ahhoz foglalt, ez is nagyon jó volt, de én még olyan jót, mint ez a négy fiú, nem hallottam. Olyan ritmusra mindenki az ütemet verte, felugrottunk táncolni, nem lehetett kibírni ülve. Most azért térjünk vissza a Gubás Gabira. Gubás Gabi. Miért tetszett a Gabi? Mert olyan igazi élet, tele van élettel szerintem. Hát ahogy ezt a dalt, tehát ehhez kell egy kis, nem? Egy olyan hozzáállás szerintem. Hát benne minden megvan, ami egy ilyen könnyed. És én még nem, megmondom őszintén, nem láttam sajnos még úgy sem. Lehet, hogy láttam, csak nem emlékszem rá. De ezek után biztos meg fogom nézni. Most nagyon kíváncsi, rá is keresek majd az interneten. Úgyhogy most nagyon fölcsikázott, megmondom őszintén. Nagyon kellemes kis jelenség, nagyon tetszett. Egyébként azt eláruljuk, hogy Gabi terézvárosi lakos is, és Terézváros több színházában is játszik, igen. Akkor nem csak a Majsai Gábor, hanem ő is, hatodik kerületi. A Táliában, Radnótiban, szinte majdnem minden terézvárosi színházban játszik. Na, ezt se tudtam, meg fogjuk nézni, biztos vagyok benne, nagyon-nagyon tetszett, nagyon-nagyon kedves kis jelenség, és szerintem vérbeli színésznő. Egy utolsó kérdés, miért szeretik Terézvárost és a Hunyadi teret? Hát nézzen körbe, lehet ezt nem szeretni, hogy őszintén. Nagyon szeretünk ide lejárni, nagyon, nagyon. Kedves nézők, megköszönöm megtisztelő figyelmüket, Terézváros elmúlt heti eseményeinek összefoglalóját látták. Hívjanak minket, írjanak nekünk a képernyő látható elérhetőségeken. Egy hét múlva a szokott időben ismét találkozunk, addig is minden jót, a viszontlátásra!